Jó estét kívánok, ez a Kommentár Klub, az M5 televíziós folyóirata, amelyhez a Kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Idei első adásunkban szó lesz a nemzeti alkotmányok és az uniós jog viszonyáról, valamint a visegrádi együttműködés jövőjéről is. Amivel pedig kezdünk, ha az uniós szabályozás hiányos vagy nem bizonyul hatékonynak, a nemzeteknek lehetőségük van saját jogszabályokat kialakítani. Erre mutatott rá a mi alkotmánybíróságunk. Az Európai Unió bírósága és a különböző országok alkotmánybíróságai között több vita is kialakult, de vajon tényleg abszolút elsőbséget élvez-e az uniós jog az alkotmányok felett? Ennek járt utána kolléganőm Muskó Bettina. A Nemzeti Alkotmánybíróságok kijelölik azokat a határokat, amelyeken belül az uniós jognak lehet érvényesülnie. A nemzeti kormányoknak van arra lehetőségük és joguk, hogy önállóan lépjenek föl. Az államnak az emberi méltóság intézményét, mint jogintézményt kell ugye megvédeni. Fellángolt ismét a vita, szabad-e beengedni a migránsokat, vagy nem szabad beengedni. Magyarország álláspontja egyértelmű. Az Európai Unió bíróságának ítélete szerint hazánk nem teljesítette az uniós jogi kötelezettségeit, amikor az illegális bevándorlókat kiutasította az országból. Varga Judit igazságügyi miniszter emiatt az Alkotmánybírósághoz fordult, mert szerint az ítélet sérti Magyarország szuverenitását és a népességre vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát. A testület megállapította, hogy bizonyos esetekben az uniós jog nem írhatja felül a nemzetek jogát. Az Alkotmánybíróság mai ítélete világossá tette, hogy mindaddig, amíg a bevándorlásra vonatkozó uniós szabályrendszer érvényesülése hiányos, addig Magyarországnak joga van ezen hatáskör gyakorlásához. A bevándorlás és a menekültügy főszabályként uniós hatáskörnek minősül, így Brüsszelnek joga van meghatározni a legfontosabb politikai vagy közjogi irányokat. Erről már Lomnici Zoltán beszélt. Az alkotmányjogász ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az uniós alapszerződések szerint, ha tömeges illegális bevándorlás történik, akkor támogatni kell az adott tagállamot, illetve ha bármilyen döntés születik az Európai Unióban, az csak a tagállam javára történhet. Ezért gondolom azt, hogy helyes volt a kormány érvelése, hogy az úgynevezett ideiglenes kötelező kvóta határozat sértette az uniós jogot. Ezt nem így látta az Európai Bíróság szerintem helytelenül, és azt is kijelenthetjük, hogy az Alkotmánybíróság mostani döntése megerősítette azt, hogy a migráció kérdésében, amit eddig tett a kormányzat, az az uniós jognak és természetesen az alaptörvénynek is megfelelt. Az Alkotmánybíróság rávilágított arra is, hogy az emberi méltósághoz hozzátartozik az egyén etnikai, nyelvi, kulturális, illetve vallási környezete, amely alapvetően meghatározza identitását. Ezzel a testület intézményes védelem alá helyezte a magyar emberek kulturális környezetét. Az emberek identitása az hagyományos társadalmi környezetükben velük született, úgymond meghatározók által fejlődik, és ezek nehezen megváltoztatható tulajdonságokhoz, körülményekhez vezetnek, és nyilván az érintett ügyben pedig, legalábbis az indítványozó kormány álláspontja szerint, ugye, ezekkel kapcsolatos problémák merülnek föl a Magyarországra betelepített népesség vonatkozásában. 8 olyan országot ismerünk Európában, amely korábban azt mondta, hogy a nemzeti joguk alkotmányos szabályozás esetén elsőbséget élvez az uniós joggal szemben. Az évek óta húzódó viták az uniós jog és a nemzeti alkotmányok közötti ellentmondásokkal kapcsolatban nem csak Magyarországot érintik. Az alkotmánybíróságok egymás után erősítik meg a nemzeti alkotmányok védelmét, amelyek az európai integráció alapját adják. A francia alkotmánytanács, amelyek az Alkotmánybíróságnak fele megfelelő szerv, kijelentette, hogy ugye az uniós jog valóban elsőbséget élvez, kivéve azokat a területeket, amikor a nemzeti alkotmánynak, a francia alkotmánynak az inherens magja, tehát a legfontosabb rendelkezései. A román alkotmánybíróság december 23-án hozott egy határozatot, amik azt mondta, hogy a luxemburgi bíróság döntése csak akkor hajtható végre, ami a román alkotmányt módosítják.
Trócsányi László szerint, ha az uniós jog minden esetben elsőbséget élvezne, akkor a tagállamok alkotmányai leértékelődnének, ez pedig ellentétes a nemzetek érdekeivel. Emiatt minden eszközzel ki kell állni az EU lopakodó hatáskör bővítése ellen. Vendégeim ma este Békés Márton történész, a Kommentár főszerkesztője, Hegedűs Zoltán történész. Jó estét. László András nemzetközi kapcsolatok szakértő. Jó estét. És Nagy Ervin filozófus, a 21. század intézet elemzője. Jó estét. Jó estét kívánok nektek, szeretettel köszöntelek benneteket az év első Kommentár klubján. Na most nem vagyunk jogászok, én biztosan nem vagyok jogász, és szerintem a nézőink nagy része sem jogász, úgyhogy most komoly feladatot kell megoldanunk, mert meg kell értenünk nekünk is, és a nézőinknek is meg kell értenünk, hogy hogy is van az Európai Uniós jog és a magyar jog viszonya. Tájékozódnunk kell ebben a kérdésben. András, mint nemzetközi szakértőt, kapcsolatok szakértőt, rögtön téged kérdezlek ebben. Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt minden tagállamnak van egy hosszú, több évig tartó procedúrája, amiben át kell néznie, mind az Európai Bizottság részéről átnézik, mind a tagállam részéről átnézik a jogszabályokat, a bizottság azt, hogy a tagállamokban milyen a felvendő államban milyen jogszabályok vannak, és fordítva a leendő tagállam azt, hogy az uniós szabályok hasonló területeken mit írnak elő. És van egy hosszú egyeztetési folyamat, amelyben gyakorlatilag kompromisszumra kell jutnia az Európai Bizottságnak és az adott országnak. Egész pontosan nem is annyira kompromisszumra, hanem meg kell változtatni azokat a nemzeti törvényeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy ország az Európai Unió tagjává válhasson. Ezt nevezzük úgy, hogy az acquis communautaire-nek az átvétele, tehát az uniós joganyagnak az átvétele. Ezt követően azonban az uniós kompetenciák pedig ugye bizonyos területekre korlátozódnak, nem pedig minden egyes politikai meg jogalkotási területre. És a problémák leginkább ott keletkeznek, amikor kiderül utólag, hogy hát valami mégsem kellően részletesen lett leszabályozva, vagy egy olyan szabályt hoznak már egy ország felvétele után, akár uniós szinten, akár egy tagállamban, akkor már tagállamban, amiről vagy hamar, vagy később kiderül, hogy egyébként ellentétes, vagy legalábbis, ha nem is feltétlenül ellentétes az uniós joggal, hanem kiderül az, hogy hát van egy kis szürke zóna, amit hol így értelmeznek, hogy úgy értelmeznek. És akkor itt elkezdődik az a verseny, a jogértelmezési verseny egyrészt a kormányok között, akik valahogyan akarnak cselekedni, mint szuverén kormányok. Vannak a nemzeti bíróságok és a nemzeti, hát ahol van alkotmánybíróságok, akik értelmezik azt, hogy hogyan is szabad cselekedni a kormánynak, és van az uniós bíróság és az Európai Bizottság még előbb, aki szintén értelmezi azt, hogy egyébként az, ami történt, az megfelel annak, amit ők uniós joggal egyhangúnak, vagy uniós joggal egyezőnek, vagy azzal ellentétesnek találnak, és akkor elkezdődik egy ilyen vita. Most azt látjuk, hogy több országban is, most itt a bejátszásban szó volt Romániáról, a sajtóban nagyon sokat szó van Lengyelországról, igazságügyi reform kapcsán, Magyarország kapcsán, ahogy hallhattuk, ugye a bevándorlás kérdése, és egyébként Németországban is volt egy alkotmánybírósági döntés, ami pedig, ha jól emlékszem, Európai Központi Banknak a kötvényvásárlásáról szólt. Amikor megnéztük a térképet, akkor azt láttuk, hogy azért elég sok, tehát nagy terület. Igen, igen. Így az van. Ország EU tagok kétharmadában van egy ilyen probléma. No, hát, és akkor, tehát vannak olyan területek, amelyek abszolút uniós hatáskörbe tartoznak, és vannak olyanok, amelyek magyar hatáskörbe tartoznak? Még ezt tisztázzuk most, 2022-ben, hogy van ez? Így van. Mely területek tartoznak oda, amelyek pedig leginkább ide? A gazdasági és versenyjogi területek tartoznak uniós kézbe. Ahogy elhangzott a bejátszásban egyébként a bevándorlás is, a schengeni rendszerrel gyakorlatilag azok az országok, akiket fölvesznek a schengeni rendszerbe, és ez nem minden uniós ország, ugye továbbra is tárgyalás folyik Romániával, Bulgáriával, hogy emlékszem Horvátországgal is, hogy belépjenek a schengeni övezetbe. Folyik egy gyakorlatilag vita arról, hogy megfelelnek már annak a feltételeknek, hogy beléphessenek-e. És ugyanígy az oktatáspolitika, a szociálpolitika, a kultúrpolitika, és még lehetne sorolni, ezek mind nemzeti hatáskörben maradnak. Hát lesznek maradnak. Viták bőséggel. Nagyon örülök, hogy András kapott először szót, úgy tűnik,
tűnik leginkább jogásznak közülünk, legalábbis külsőre. Egyikünk sem jogász, pláne nem alkotmány jogász. Itt a bejátszóban azért a legnagyobbak megszólaltak. Trócsányi úr, Kislomnici, mint alkotmány jogász, igazságügyi miniszterasszony, tehát azért azt hiszem, hogy azért világos a helyzet, de itt nem elsősorban jogi kérdés. Persze, persze jogias, vagy jogi természetű az ügy. Politikai természetű a dolog, szuverenitás kérdésről van szó, ami megint nagyon bonyolult, de valójában nagyon egyszerű. Ki dönt? Ki hozza meg egy adott állam határai között legitim módon a döntéseket, és azt ki ellenőrizheti. Ugye aki ellenőrizheti, az természetesen a parlament, tehát a parlament szavazza meg a törvényeket, a kormány ezt végrehajtja, és utána van alkotmánybíróság, ami ennek a jogalkalmazását tudja ellenőrizni, már azelőtt, mint hogy megszületne a törvény, tehát a jogállamiságnak a funkciói tökéletesen működnek. Idehaza itt a fő probléma, akit most megint egy szaktekintéhez forduljunk, Pokol Béla alkotmánybíró szokta mondani, hogy ez is kicsit bonyolult lesz, de valójában nagyon egyszerű, hogy a föderális jog, tehát az Európai Unió számos, hát a tökéletesen végigmondott testületekben születő joganyagnak az úgynevezett alkotmányjogiasítása folyik, tehát Magyarországon megszületik egy törvény, mondok rá hamarosan példát, és azt az Európai Bíróság, amelynek a döntését ellenőrizni semmilyen lehetősége nincs egy magyar állampolgár, az így átnyúlik a határaink fölött, és érvényesít kintről, Strasbourgból, Luxemburg, Brüsszelből valamit, amire a magyaroknak rálátása, ellenőrzési joga nincs, viszont ránk is vissza fog háramlani, és mondom a példát, mert itt miről van szó, valójában a bejátszó lényege is, ahogy én értelmezem, az volt, hogy az alkotmány bíróságot megkérte igazságügy miniszter asszony, hogy hozzon egy állásfoglalást, ez így szólt, a Magyarország területén jogellenesen tartózkodó külföldi de facto az ország népességének részévé válhat az Európai Bíróság döntése nyomán. Az Európai Bíróság ugyanis úgy döntött, hogy a Magyarországon felszámolt tranzitzónák, ami egyébként egy Európai Uniós követelés volt, ezt is csak mondom, emiatt azok a bevándorlók, illegális migránsok többnyire, akik Magyarországra jönnek, egy ideig itt maradnak, akkor félő, hogy állampolgárságot kell nekik adnunk. Igazságügyi miniszter asszony félelme ez volt, és megkérte az Alkotmánybíróságot, hogy értelmezze az Európai Bíróság döntését, és az AB-nek az volt a legitim döntése, ezt is ismét olvasom, egy ember egy adott társadalmi környezetbe születik, ennek etnikai, nyelvi, kulturális, vallási meghatározottságai vannak, és ezt a természetes születési környezetet, ez egy természetes kötöttség, ez a közösség tagjainak önazonosságát meghatározza. Ez természetesen egy alkotmánybírósági döntés, ez még nem törvény, de erre mondta a miniszterelnök úr a karácsony előtt tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján. Idézem ismét, az emberi méltóságba az is beleértendő, hogy az egyén, ahol él, ott egy kulturális szövet, ez a kulcs, veszi körül, és ennek megváltoztatásához senkinek nincs joga, vagyis a kultúra, nyelv, népesség, folytatom az idézetet, ugyanúgy a személyes emberi méltóságom részre, mint a szabadság jogaim, vagyis, és ez már politikai szöveg, ami jön, utolsó mondatom, a benszülöttek, ezek volnánk mi, kulturális szövetét, ebbe érezzük jól magunkat, alapjogi védelemben részesítette Magyarországon az Alkotmánybíróság, mondta a magyar végrehajtó hatalom vezetője a miniszterelnök számomra. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bíróság döntésének fölötte áll az Alkotmánybíróság döntése, ami egyelőre egy sugalmazás, egy állásfoglalás, hogy ebből aztán később törvény lesz, ez már a jogalkotó, vagyis a magyar parlament feladata. De bocsánat, nagyon érdekes olyan szempontból, amit hallottunk a bejátszásban is,
hogy a francia alkotmánybíróság is azt mondta ki, vagy hát az a testület, amelyik alkotmánybíróságként jár el, hogy a francia alkotmány lényegét érintő pontokban nincsen beleszólás kívül. És most hasonlót mondott egyébként a magyar alkotmánybíróság, mert egy alapjogi ponthoz kötötte, és annak a megvédéséhez kötötte az uniós döntések végrehajtását. Ezt mondta ki. Mert az emberi méltóság az alapjogunk, tehát az alapjogaink közé tartozik, és ezt nem lehet sérteni. Hát ez érdekes helyzet, mert mint olyan különböző területek ugye sérülnének, ugye egy bevándorlás ügyben az uniós joga, ahogy mondtátok, fölött áll, de mondjuk a népesség megváltoztatásában már nyilván nem. És innen kezdve ugye két dolog ütközik, és ezzel meg lehet oldani ezt a problémát, hogy itt van egy olyan jogi faktum, az emberi jog. Hát ez megoldja a problémát, ezzel vitatkoznék, igen? Azért, mert nem oldja meg, hanem megnyitja a politikai vitát. Uh-huh. Hát amikor két szabadságjog ütközik, és ez elkerülhetetlen egy demokráciában, akkor ott a megoldást a politikai hatalom teszi meg. Tehát ugye John Stuart Millhez kötjük azt a gondolatot, ezt a liberális gondolatot, hogy mindenki szabadságjoga addig tart, még más szabadságjogát nem sérti meg. De ez nagyon leegyszerűsíti a történetet. Jöttek a szocialista mozgalmak, amik konszolidáltak a demokráciához, jöttek a kereszténydemokrata mozgalmak, és ezek azt mondták, hogy nem csak az egyénekről, hanem közösségekről is van szó. A szociáldemokraták ugye proletáriátusról beszéltek, hogy azoknak is kell jogokat adni, nem csak az egyénnek, hanem csoportoknak is. A kereszténydemokrata mozgalmak pedig azt, hogy például a családnak kell jogokat biztosítani. És ugye már nem csak arról van szó, hogy egyéni jogok ütköznek, hanem egyéni jogok és közösségi jogok is ütköznek. És amikor ilyen jogütközések vannak, akkor a megoldás az a politikának a feladata. És szerintem ezért kockázat egy-egy nemzetállam demokrácia ma a birodalmi gondolkodásnak, mert egy demokráciában ugye szavazunk, a többség kiválasztja a politikai hatalmat, a politikai hatalomnak pedig lehet más álláspontja, mint a birodalmi gondolkodásnak. És éppen ezért van ez a vita most, hogy megpróbálják felülírni a nemzetállami jogértelmezést, vagy, ha úgy tetszik, a nemzetállami politikai hatalmat. Bocsánat, de van a birodalmi gondolkodás képviselők mögött szavazat? Tehát demokratikusan nincs. Választottak? Nincs. Nincs, de én is ezt emelném ki, hogy ez a csatatér, tehát az egyik legfontosabb csatatér a jog területén van. Tehát ez egy jogi köntösbe bújtatott politikai vita, amiről szó van gyakorlatilag. Itt ugye két egymással teljesen ellentétes álláspont áll szemben egymással, úgy egyrészt a nemzetek Európája, másik pedig ugye az Európai Egyesült Államok, akik... ugye, és a brüsszeli bürokrácia leginkább, amelyik ezt szeretné, és mondjuk az NGO-k, különböző nem választott szervezetek, ugye ehhez kapcsolódik a lopakodó hatáskörbővítés, tehát ugye nyilvánvalóan az alkotmánybíróságoknak ez egyfajta ellenreakciója volt arra, hogy Brüsszel hatásköröket akar kiterjeszteni. És ugye ennek a háttérében igazándiból egy politikai vita van, hogy nemzetek Európája, vagy Európai Egyesült Államok, vagy birodalom. Ugye a legérdekesebb pontja szerintem ezeknek a vitáknak, amikor magáról a jogállamiságról van szó, mert ha megnézzük azt, hogy gyakorlatilag ugye arról beszélünk, hogy akkor van valahol jogállamiság, hogyha a végrehajtó hatalom, a törvényhozó hatalom és az igazságszolgáltatás azok független hatalmi ágak. Na most itt egyébként alkotmánybíróság vitatkozik az Európai Bírósággal, az Európai Bíróság pedig a kormányon akar valamit végrehajtatni, és azzal vádolják egyiket meg másikat, hogy így vagy úgy összejátszanak. Na de most adott esetben pont azt várná el a bizottság a lengyel kormánytól, meg a lengyel parlamenttől, hogy vonjon vissza egy igazságügyi reformot, amit egyébként a saját alkotmánybírósága jóvá hagyott, és akkor nem tudja az ottani többség, hogy melyik lábába harapjon, vagy melyik ujjába harapjon, mert az van, hogy vagy beleszól az igazságügyi, belenyúl az igazságügyi rendszerbe, és az alkotmánybírósági döntés ellenébe, és akkor az uniós bíróság ellenébe megy, vagy pedig fordítva. És ugyanez volt egyébként Németországban, most nagyon érdekes, nem tudom, ki követte azt a vitát, szerintem kevesebb sajtófigyelmet kapott, amit mondtam, hogy ez a kötvényvásárlási jogszerűségi kérdésről
most decemberben egy hónapja döntött az uniós testület, az Európai Bizottság, hogy ők elfogadják a német kormánynak azt a nyilatkozatát, hogy ők továbbra is elsőbbrendűnek az uniós jogot és az Európai Bíróság döntését ismerik el, ergo szembe mennek a saját alkotmánybíróságukkal, ami pedig egyébként nem kommentálta ezt a döntést december elején. És mindez történik egy demokratikus jogállamban. Így van. Uh-huh. Szerintem itt a fő probléma ilyen egészen ősi alapokig megy vissza, hogy a területiséghez kapcsolódik. Tehát egy adott területen él egy adott népesség, ennek a népességnek, ahogy hallottuk, van kulturális szövete, társadalmi környezete, ez valamilyen megelőzett szerintünk legalábbis, nem Deus ex machina jött létre, hanem valamilyen megelőző történeti hagyomány, állománynak a révén ez megképződött, és itt történik társadalmi döntéshozatal. A társadalmi döntéshozatal a legjobb eset az, hogyha demokratikus, és hogyha ez az állampolgári jogokhoz és a tájékoztatáshoz való, hát valamilyen jó hozzáféréshez kapcsolódik. Tehát az emberek információk alapján szabadon, egyenlően és természetesen titkos szavazás nyomán meghozzák a maguk döntéseit, ez mondjuk a demokratikus nemzetállamokban, ez Európa szerte így működik. Ezután létrejön valamilyen parlamenti többség, parlamenti pártok alapján, és ezek egy miniszterelnököt emelnek az ország élére, aki aztán leváltható, elszámoltatható, ha nem tetszik, akkor új pártok, egy új szisztémát, új politikai rendszert hoznak létre. Tehát az elmúlt 30 évünk gyakorlatilag erről szólt. Na most ehelyett képződött a Brüsszel, Luxemburg, illetve Strasbourg, tehát ezek az Európai Uniós működés három fő városa, képződött egy új hatalmi központ, ami területen kívüli állampolgári eszközökkel ellenőrizni úgy tűnik, hogy nem lehet, hiszen ezeknek a döntéseknek nem tudjuk, hogy hogy születtek, miért születtek, egészen pontosan azt se tudjuk, hogy ezeket ki szülte meg ezeket a döntéseket, viszont nagyon komoly hatása van az ott eldöntött mondjuk jogszabályoknak, döntéseknek, vagy akár csak valami nyomásgyakorlások. Tehát itt már a nyelv, amit én is használok, az már nem valami hogy is mondjam, a 20. századból ismert a ipari társadalmak világos, racionális nyelvezete, hanem itt ahogy a Hege is mondta, hát itt NGO-k vannak, akik például befolyásolják a döntéshozatot. Ugye hát éppen a Kislomnici mondta, hogy a Magyarországgal szembeni jogállamisági jelentés 12 NGO dobta össze, abból 11 Soros György által finanszírozott szervezet, és erre mondom azt, hogy ott milyen átláthatóság van, milyen transzparencia van, ugye milyen ellenőrizhetőség van, milyen tájékoztatási kötelezettségek vannak, mert itt Magyarországon a politikusok, az államigazgatás dolgozói, a rendőrség, a hadsereg, ezek demokratikus úton jogilag bíróság előtt is elszámoltathatók. De hogyha külső, akár egy másik kontinensről finanszírozott NGO az, ami kidolgozza a napirendet, létrehozza a beadványt, és ott meg nem választott emberek részéről kooptált bírók döntenek valamiről, akkor szerintem a területiséghez való jogunk, a régi hagyományos demokratikus rendszereink nagyon komolyan sérülnek. Ez az én szememben, én ilyen régi módi russzóista megoldásokban. Tehát van nemzetállam, meg az emberek összegyűlnek, döntéseket hoznak, ez biztos elég romantikus, de ez a legjobban működő rendszer. Hát szerintem, ami ezzel szemben áll, amit a Ervin mondott, ez a birodalmi, ez egy teljesen antidemokratikus átlát, számomra nagyon átláthatatlan, és nem, ami a nagy probléma, nem ellenőrizhető, és kellő információnk sincsen, hogy a döntést át tudjuk látni. És ugye most abban az évben vagyunk, amikor az aranybullánk 800 éves lesz. Tehát, hogy érdemes egy kicsit a magyar jogi hagyományokra is hivatkozni, hát ezen a ponton. Igen, bennem az merült fel, hogy
Akkor feltetjük a kérdést, hogy vajon kiszavazott arra az NGO-ra, aki az egy olyan döntést hoz, és amit milyen információk be tud csatornázni, igen, egy olyan rendszerbe, egy olyan Európai Uniós intézményrendszerbe, ami után valahogy ide visszajön, visszatér, vagy megpróbál valahogy rá terpeszkedni a magyar jogra. Tehát ez abszolút antidemokratikus. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy a birodalmi gondolkodás az a demokráciának az ellentéte. Sőt, a birodalmi gondolkodásnak a lényege az lenne, és ők akkor működnének leginkább zavartalanul, hogyha delegálhatnának vezetőket. Ez a felvilágosult abszolút. Igen. Vagy kinevezhetnének, egyébként van is rá törekvés, tehát hogyha ők találnának olyan politikai csoportokat, amelyek lerakatai szerintem az ő gondolatainak, és szerintem is találnak. Többet is. És sokkal kényelmesebb lenne nekik, hogyha nem lenne demokrácia, hanem őket meg lehetne bízni, ki lehetne nevezni, mint egy gyarmaton is annak idején kineveztek, valami hasonló történik, vagy legalábbis kísérlet van rá, kineveznek ottani irányítókat, vagy ottani képviselőket, akik a birodalmi érdekeket képviselik. Egyébként szerintem ezt látjuk Magyarországon is, ez kicsit messzire vezet, de szerintem a mai szuverenista jobboldal és a baloldali globalista szembenállás, ami Magyarországon kiéleződött, az ennek a leképeződése. Pontosan, és pont nagyon hasonló dolgot akartam mondani, ugye a végső kérdés, hogy ki a főhatalom? Ugye a népé, tehát a nép meg tudja választani magának a saját parlamentjét, saját kormányát, vagy egy globális elité, aminek viszont nincsen mögöttes választ, vagy mögötte választás, hanem ők kinevezik magukat, egyszerűen azért, mert azt gondolják, hogy ők minőségibb emberek, jobban gondolkodnak bizonyos kérdésekről, ők jobban tudják a másik embernél, hogy mi kell ennek a népnek, de hát végül is így nincsen mögöttük legitimáció. De ezt mi magyarok jól ismerjük, ugye igen. A Szovjetunió, mint birodalom, azért sokáig jelen volt az életünkben, és hát azt igen, meg, csak azt ők, tudhatjuk, csak ők valahogy sosem mondták, hogy a jogállamiságról nem van, azok különböző mechanizmusok. Meg de azért a delegálás meg a kinevezés az működött. Az abszolút működött, csak és ilyen szempontból az ott érzett erőteljes szuverenitás sérelem, az sokkal világosabb, egyértelmű volt, megint oda visszatér, hogy egy ipari korszak, ipari hadserege, ipari módon megszállt területében egy országot. Most semmiféle területi megszállás, hál' Istennek nincsen, Magyarország egy önálló, szuverén ország, ennek, ahogy a Pokol Béla és a Kisromlici is szokta mondani, ez a lopa vagy a Szántó Miki, ez a lopakodó hatáskör átvétel, és erre hivatkozik egyébként a Lengyel Alkotmánybíróság is akkor, amikor úgy érzi, hogy a bírósági reform végrehajtás, ami Lengyelország területhez kötődő szuverén belügye, ezt akadályozza meg az Európai Uniós testület. Ugye milyen alapon? Sőt, még ennél is a lengyel esetben tovább mentek, mert mivel a lengyelek nem hajtották végre a Európai Bíróság döntését, ezért napi, hát nem is tudom mennyi milliós büntetéssel sújtották Lengyelországot. Euróban. Igen. Na most ugye az Európai Bizottságnak ehhez, nem tudom, az uniós jog szerint van-e joga, ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy mit tud ilyenkor tenni egy nemzet, hogyha ő nem ért egyet ezzel a döntéssel, és szeretné az ő szuverenitását megvédeni. De nagyon érdekes kérdés, mert első körben az, hogy az uniós jogot betartják-e a tagállamok, azt az Európai Bizottság hivatott vizsgálni. És ekkor elkezd levelezni ennek, megvannak különböző állomásai, fázisai, elnevezései. Lényeg az, hogy elkezd egyezkedni a tagállammal, hogy akkor ez most így jó-e vagy nem jó, miért csináltátok ezt, mit kell a rajta pontosan érteni, mi lesz ennek a gyakorlati alkalmazása, és úgy gondolja, hogy ez így rendben van, akkor elteszi az ügyet, hogy jó, rendben van, mégse ütközik uniós joggal. Hogyha meg azt gondolja, hogy mégis ütközik, akkor megkéri a tagállamot arra, hogy változtassa meg a gyakorlatát vagy a törvényét. És hogyha az pedig nem akarja, mert túl sokat kér a bizottság, akkor kerül arra sor, hogy Európai Bíróság elé kerül az ügy. És ilyenkor van az, hogy elkezdődik az a kompetencia vita, hogy az Európai Bíróságnak van elsőbbsége adott kérdésben, és az európai jognak, vagy pedig a nemzeti jognak és az alkotmányosságnak van elsőbbsége az adott területen. És én megkockáztatom azt, így visszatérve erre a globalista, szuverenista ellentétre és vitára, hogy
alapvetően ne várjuk azt nemzetközi intézményektől, hogy azt fogják mondani, globalista nemzetközi intézményektől, hogy ja, egyébként az én hatáskörémet ne bővítsük. Valamilyen szinten ez minden bürokráciának a természetes velejárója, hogy önnövelni akarja a hatáskörét, a mozgásterét, és a többi, és alapvetően, amíg megtalálja ennek a gyenge, a soft eszközeit, hogy kikényszerítse, addig úgy csinálja, hogyha nem, akkor meg megy bíróságra. És szerintem ugyanez várható majd egyébként a magyar népszavazás kapcsán is, a gyermekvédelmi intézkedések kapcsán is, ami egyébként tisztán nemzeti hatáskör. Az Európai Bizottság egyébként pont amiatt, mert tisztán nemzeti hatáskör az egészet egy audiovizuális jogszabály alapú versenyjogi megközelítéssel próbálja megtámadni, mert ugye a versenyjogba és a gazdasági kérdésekbe van kompetenciája. Úgyhogy azt látjuk, hogy ahol lesznek ilyen konfliktusok, a bizottság és az Európa, az a bizottság mindig a saját hatáskörbővítését fogja keresni, amikor nem sikerül ezt lopakodó módon, akkor kicsit erőszakosabban, és amikor meg nem sikerül ezt a harcot megvívni, akkor meg megy a bíróságra, ahol én szintén szerintem igen, mert a tagállamoknak rosszabb esélyek vannak, és itt jön vissza az egész politikai vita oda, hogy oké, de hogyha az a testület, amelyik azt hivatott eldönteni, hogy valami uniós hatáskör, vagy nem uniós hatáskör, az következetesen, vagy hát nagyon nagy arányban mindig azt mondja ki, hogy de az uniónak, az uniós intézményeknek van igaza, akkor igazából nem tölti be a feladatát. És visszatérve a legére, hogy az Európai Bizottságnak van-e ilyen hatásköre, elmondtam, hogy van, de az Európai Bizottságnál is az a legnagyobb probléma, hogy az elmúlt években nyíltan kimondták a bizottsági vezetők, hogy ők politikai testületként akarnak működni, ami viszont inkompatibilis a szerződéses feladataikkal, miszerint ők a szerződés őre. És akkor itt a politikai megoldás az az, hogy mondjuk a tagállamok kormányai tesznek ez ellen valamit? Igen, mert a kérdés is erre vonatkozott, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak. Hát egyrésztről ezeknek a jogi küzdelmeknek a megvívása, de hát ez, mint kiderült, vagy ahogy fogalmaztál, ezek végül is nem feltétlenül, vagy inkább nem vezetnek eredményre. Van másik lehetőség is, szerintem a magyar kormány él is ezzel, ez pedig a népfelhatalmazás, a nemzeti konzultáció és most a népszavazás kérdése. Ezek szerintem olyan erős eszközök, amelyeket nem lehet negligálni. Egy uniós bírósági döntéssel sem? Hát meg lehet próbálni, de akkor ez egy nagyon... Egyébként én arra számítok, hogy a 2022-es évnek ez egy nagy kérdése lesz, hogy vajon felül lehet-e írni egy bírósági döntéssel egy szuverén állam népszavazási eredményét. Ugye a Lengyel Alkotmánybíróságra már mondta az Európai Parlament valamik határozata benne van, hogy illegitim. Illegitim, sőt, egyébként a politika nyelvezetében is próbálnak támadást indítani a birodalmi erők, hogy így fogalmazzam, mert ugye ilyenkor azt mondják, hogy populista kormány van, populista miniszterelnök van, populista a politikus azért, mert megkérdezi a népet. És a populista szót ők alapvetően pejoratív módon használják. De az elitista rendszerek nem szeretik a populista rendszereket. Így van. De hát ez volt is hír, hogy valamelyik uniós vezető, csak meg ne kérdezzük a népet, tehát hogy ők is el tudják mondani a véleményüket. Úgyhogy, láttuk már azt, tehát a 2000-es évek elején volt az uniós alkotmányozási folyamat, amelynek a végére megalkottak egy uniós alkotmányt, amelyet népszavazáson egyébként elutasítottak Franciaországban és Hollandiában. Mi lett az eredménye? Persze, formálisan elvetették, és egy-két elemet kivettek belőle, de végül egy csökkentett formában lisszaboni szerződéssel majdnem ugyanazt terjesztették elő, ami szintén megbukott egy népszavazáson Írországban, és aztán még egyszer meg népszavaztatták az íreket, vagy hát addig meg ott szavaznak is, az írek, amíg el nem találják. Hát el nem találják a jó eredményt. Jó cikket írt egyszer erről a Szántómik, és abban az volt a cím, hogy birodalmi lépegetés, ugye a Star Wars birodalmi lépegetőre utalva, hogy ez a lopakodó hatáskör bővítés, aztán ilyen csúszdára vagy lejtőhöz is szokták hasonlítani ezeket a jogi mechanizmusokat, ezek úgy működnek, hogy mindig egy kicsit jobban beteszik az ajtóba a lábukat. Ennek a megoldása természetesen nem az, hogy akkor
kilépjünk az Európai Unióba, és ott hagyjuk az egészet, hiszen itt van a helyünk, jó ez nekünk, jó szövetségeseink vannak. Magyarországnak, meg ezeknek az államoknak én egyre inkább azt gondolom, hogy két szövetségesei van. Egyrészt, amit Ervin mondott, a saját népünk, a demokratikus felhatalmazása a legerősebb, a másik meg egymás. Tehát erre rá kell jönni ezeknek az országoknak, többnyire itt Közép- és Kelet-Európában, hogy valamilyen együttes mozgás, valamilyen közép-európai demokratikus közös út lehetséges a birodalommal szemben. Egyébként mindig is így volt, hát olyan régi ez a megoldás, mint az ország. És minden esetre a gyerekeinek azért meséljük a három kismalac és a farkas meséjét, ugye, hogy tudják, hogy a szőrös láb az mit keresett az ajtóban. Na hát ezzel a témával folytatjuk, tulajdonképpen a visegrádi együttműködés jövőjéről lesz szó. Ahogy az előzőekből már láthattuk, hallhattuk, Magyarország és Lengyelország között egyre szorosabb az együttműködés, de azt az érdemes feltenni most ezt a kérdést, hogy mi a viszonyrendszer a többi ország között? Ugye itt Csehországról is beszélnünk el, Lengyelország, Magyarország, Csehország, kormányváltások vannak, ez meg tudja-e rendíteni ezt a viszonyrendszert? Hát a visegrádi csoport meg együttműködés azért nagyon régre néz vissza, nem csak a 90-es évekre, amikor újkori formájában létrejött, hanem történelmi mégis hosszú visszatekintést csinálhatnánk, de hogyha csak a legaktuálisabb eseményeknél maradnánk, akkor azt látjuk, hogy ugye a migrációs válság és a kötelező kvótarendszerrel kapcsolatos ellenállás az nagyon erősen összekovácsolta a V4-eket, tehát miközben mind a négy országban európai szinten eltérő pártcsaládokhoz tartoztak a kormányfők, Magyarország akkor még az EPP-s pártcsaládhoz, a lengyelek az ECR-hez, a csehek a liberálisokhoz, a szlovákok a szocialista európai pártcsaládhoz, mégis soha nem látott kohézió volt közöttük ebben az ügyben, mert nagyon erős közös érdek volt. De azért tenni kellett, tehát ez nem egy automatikus kialakult. Nem automatikus volt, de... Azért ez a sorsközösség megvolt mondjuk 2010 előtt is, de én azt hiszem, hogy ha nem is 2010-ben, de úgy 14-15 környékén kezdett ez újra erősödni, és ebben szerintem oroszlán szerepe volt, egyrészt a magyar-lengyel közös politikának, vagy barátságnak is nevezhetjük, másrésztről pedig Orbán Viktornak, aki nagyon sokat tett azért, hogy akár ideológiákon átívelve is mondjuk egy Babissal együtt tudjon működni, aki ugye teljesen más pártcsaládhoz. Igen, azért ez a pártcsalád, bocsánat, csak ehhez annyi, hogy ez abszolút így van, hogy mind a négy ország, mind a négy kormányzó ereje más-más frakcióhoz tartozott, a világnézetileg, ideológiailag is, hát az ANO az olyan centrista párt volt, a Smer az egyértelműen Szozdem, a PIS az nagyon erősen konzervatív, a Fidesz pedig egy klasszikus néppárt, ugyanakkor mind a négy szuverenista volt. Tehát itt azért azt kell észrevenni, hogy vannak a Európai Uniós politizálásban, lengyeleknél is, a polgári platform, a PO, ami magát egy néppárti, jobboldali polgári pártnak tartja, de alapvetően inkább a föderalista, globalista irányba húz a Fico, aki pedig a irány nevű párt, tehát a Smernek, a Szocdem pártnak volt a vezetője, egyébként nagyon erőteljesen szinte balpopulista irányzatot vett, ő meg nemzeti szuverenista irányba volt. Tehát itt a 2010-es években, amikor ezek a régi, hagyományos polgári, jobb és baloldali pártok között azért itt átíródtak a törésvonalak, ebből jól jöttek ki a közép-európai országok, nagy V4 egymásra találás volt, tehát ezt azért jelentsük ki, azóta, hogy Csehországban és Szlovákiában is átalakult a helyzet, Lengyelországban is vannak belpolitikai zörejek, itt nálunk választás lesz, azért én azt gondolom, hogy itt az elsősorban az a lényeg, hogy stabil kormányok legyenek. Ezek a nagy koalíciók, vagy mondjam azt, nagyon nagy koalíciók, amik mondjuk Csehországban van, vagy amire a magyarországi, Szlovákiában is, vagy amire a magyarországi ellenzék készül, ez nem elsősorban V4 probléma, az ország stabilitási probléma. Itt a V4-ek akkor tudnak egymással egy jó kapcsolatot kialakítani, abszolút igazad van,
hogyha van érdek, ez nem kell, hogy érték azonosan, de nem, ez egy pragmatikus külpolitikai kérdés. Igen ám, csak ehhez stabil kormány kell. Nem tudom, hogy a prágai kabinet annak számít. De csak kicsit visszatérve, ugye a V4 ez nem egy politikai baráti kör, meg egy baráti társaság, hanem egy történelmi érdekszövetség, vagy egy történelmi szükségszerűség, és hogyha kicsit visszaugrunk az időben, ugye 700 éve, 1335-ben, ugye amikor létrejött a visegrádi királytalálkozó, akkor sem volt olyan a politikai helyzet, hogy ezek az országok, hogy mondjam, nagy barátságban lettek volna egymással, hiszen Lengyelország éppen Csehország ellen hadat viselt. És nem egy lignit bánya volt a kérdés, volt a kérdés. Mégis, ugye a geopolitikai helyzet meghatározta, vagy meghatározza a gondolkodást is. Ugye mi ezek a közép-európai országok, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Magyarország, de lehetne sorolni, ugye ebbe a közép- vagy kelet-közép-európai régióban nagy hatalmak árnyékában élünk, és éltünk akkor is, ugye keletről van egy nagy ortodox tömb, vagy egy szláv birodalom, ami volt először a Kijevírus utána mondjuk Oroszország, ugye nyugaton van egy germán birodalom, ezt is különböző képpen hívták, és ugye délről pedig 1361 után, ugye amikor Drinápolyt elfoglalták a törökök, pedig volt egy muzulmán, vagy egy oszmán török előre nyomulás. Tehát ennek a három nagy birodalomnak az árnyékában kell élnünk, és az a helyzet, hogy ez történelmi szükségszerűség volt, hogy ezek az országok összefogjanak. Mert ha összefognak, ugye ez a visegrádi királytalálkozó is azért jött létre, hogy Bécset kikerülve, a bécsi áru megállító jogot kikerülve egy gazdasági közösséget hozzanak létre. Egyébként még más részei is voltak ennek a megállapodásnak, katonai megállapodás is volt cseh korona. Így van, illetve hát valuta unió volt, ugye akkor emelkedett fel a körmöci aranyforint, így van. Tehát, hogy és a történészek is megjegyzik, hogy ez az időszak ennek a három országnak az aranykora volt, amikor a leginkább prosperáló és volt. És később Mátyás ugyanezt reprodukálta az 1500-as évek második felében. Ez a Mátyás program az ugyanez volt, és a halála akadályozta meg abba, bár a halála előtt kibékült a lengyel királlyal, cserészek tartoztak a közép-európai király, nagyon jó viszony volt akkor Havasalfölddel, Észak-Boszniával, tehát ugyanez volt a geopolitikai konstelláció. Abszolút, ez egy örök mintázat. Így van, és ahogy viszont elvesztette ugye Magyarország a függetlenségét 1526-ban, 1620-ban ugye Csehország, a Fehérhegyi csatában, utána a 18. század végén Lengyelországot háromszor is felosztották, és megszűnt ezeknek az országoknak a szuverenitása. Nagyhatalmak, birodalmak részeivé lettek. És egészen tartott ez majdnem néhány, talán két évtizedet leszámítva, egészen 1990-ig. Igen. És nem véletlen, hogy 91-ben létrejön újra a visegrádi együttműködés. És amikor nem volt ilyen közép-európai blokk, amit ez a három világról ide jövő birodalom összeszorított, amikor ez nem volt ilyen szuverén ország, ezek felismert érdekközössége, akkor általában a mi testünkön hadakoztak ezek így a van, keleti, pontosan. Nyugati, déli, különböző konstellációkban egymással itt rohantak át. Tehát Napóleontól a náci Németország. Igen, én csak arra szerettem volna azzal utalni, hogy a történelmi szükségszerűség az érthető, de kell hozzá akarat is. Hát tehát azért meg fel kell ismerni, Károly Róbert is meghívta Visegrádra a többi király, tehát kellett hozzá politikai cselekvés, kellett hozzá akarat, és kellett először szándék, akarat és cselekvés. Tehát ha ez nincs, akkor a szükségszerűség az elvész a történelemben. Hát azért Antal József előtt emeljük meg a kalapunkat egy pillanat. Igen, de ez azért is fontos egyébként, mert az utóbbi időben is érződik, ahogy egyébként akkor is, ahogy ezt említetted, hogy azért ezt a birodalmak, ezt a térséget szánt szándékkal meg akarják osztani.
És ezért volt Trianon, ami térségi ördög lakat, így az van. Direkt úgy lett kitalálva, igen. hogy itt ezek a népek ne tudjanak megférni egymással, és ki tudják egymásnak igen. szervezni a mi szuverenitást. És ez ma is így van. Hogyne. Én tegnap olvastam a Politikon egy cikket, a V4-eket már nem így nevezi, a kedvenc szerzőnk Bayer Lili, lehet, hogy a nézőknek is mond valamit, Lili Bayer, ő az, aki ezt a cikket írta, már nem V4-eknek nevezi, hanem V2+2, arra utalva, annyira hogy a, igen, arra utalva, hogy a csehek és a szlovákok, ki is mondja a cikkben, közelednek végre Európába, Európához. Tehát szakadnak el a V4-ektől, és örvendeznek vala, tehát a birodalmaknak nyilván ez érdekük. Én ezt nem enném ennyire forrón, ezt a kását, mert most tavalyi évben választások voltak Csehországban, normális volt, hogy jobban befelé fókuszáltak, és most, hogy kormányváltás van, és nehezen alakult új kormány, nyilván jobban vannak elfoglalva belpolitikai kérdésekkel. Szerintem ez természetes. A szlovákoknál ugyanez van, hogy a tavalyi évben aránylag hamar évelején összeomlott a kormányuk, egy sok, ahogy már mondtad, egy sok pártból álló koalíciós kormány, és ebből kifolyólag ott is állandó, hogy mondjam, hát arra figyelnek, hogy az adott kormányzó pártok, hogy székben maradjanak és kormányon maradjanak, valamennyire a túlélésen, valamennyire a probléma megoldáson van a fókusz jelen esetben a járványon. És ami egyébként maga az okozója volt, hogy szétrobbantotta a koalíciót, mert ugye a Sputnik vakcina beszerzésen, hát ha nem is bukott meg, de kellett lemondani a Matovics miniszterelnöknek. Tehát én azt mondom, hogy ha bár most van egy olyan helyzet, amiben mindenki egy kicsit jobban befelé fordul, Magyarországon is most választási év van, szerintem utána, hogyha a cseh kormány már fölállt, készül második fél évben, 2022 második fél évében uniós elnökségre, ha az is megvolt, kialakulott is egy rutin, Szlovákiában is eldől, hogy merre tovább, Magyarországon is meg lesznek a választások, akkor vissza fog jönni az akarat is, nem csak a szükségszerűséghez felzárkózik. Nagyon érdekes dolgokat láthatunk még egyébként, ugye most nemrég volt Törökország a V4-ek vendége, és aztán a következő vendég Nagy-Britannia lesz, aztán tervezik a vendégséget a türk tanáccsal. Tehát, hogy úgy látszik, mintha a külpolitikában is megjelenne kvázi önálló tényezőként a V4-ek az unión belül. Hát és azért sokan vannak, akik, én úgy szoktam ezt mondani, hogy gravitálnak ehhez a gondolkodáshoz. Tehát most nem a magyar, vagy a szlovák, vagy akármelyik kormányhoz, egyáltalán ahhoz, hogy Közép-Európában valami felismert érdekazonosság legyen, és ne kelljen Bayer Lili után rohangászni rögtön nyugat felé, vagy kelet felé, tök mindegy, bármi történjen. Tehát ennek az eleme azért a kiváló szerb-magyar kapcsolat, a nagyon jó szlovák kapcsolat. Volt, amikor egy jó viszony volt, akár a V4-ek felé egy érdeklődés mutatkozott Ausztriába, hát ennek azért hamar vége lett. És Szlovénia. Igen, tehát hogy van itt egy mágneses erő, ami tud más államokat is vonzani. Az nagyon érdekes számomra, hogy ebből a trianoni ördöglakatból, amit itt 100 évvel ezelőtt a nyugatiak számunkra nyugati antant létrehozott, ebből két ország nem tud kitörni és felismerni a térségbeli viszonyait, ez Ukrajna és Románia, tehát ők ennek a térségnek a keleti része képtelen. Van gondolatod, hogy miért? Nem tudom, hiszen azért a két világháború között Lengyelország és Románia, amik egyébként határosak is voltak egymással egy ponton, nagyon kifejezetten jó kapcsolatot ápoltak, különösen fegyver technológia tekintetében. Ukrajna el van foglalva a saját problémájával. Én azt gondolom, hogy itt leginkább megint az állami instabilitás. Itt már nem a két ország igen. kapcsán, tehát Románia és Ukrajna kapcsán sajnos, ezt tegyük hozzá, sajnos nem kormányzati, nem nagy koalíciós természetű instabilitás van, ott mélyebb a válság, ott állam instabilitás van, azon nehéz segíteni. Egyébként Orbán Viktornak volt ezzel kapcsolatosan is egy kezdeményezése a románok irányába, voltak közös kormányülések is, aztán ez elhalt, és emlékszem egy sajtótájékoztatóra, amikor a
magyar miniszterelnök urat megkérdezték arról, hogy mi ennek az oka, akkor egyszerűen úgy válaszolt, hogy Romániában nem tudjuk, hogy kivel üljünk le a jövő héten, mert olyan változékony a politikai helyzet. Nagyon kevés időnk van már, de azért mégiscsak a végére azt, hogy tehát ez a bővítés délfelé, keletfelé, ez mennyire lehetséges a V4-be? Persze akkor már nem V4 lenne, hanem V4 plusz valamennyi. Hát szerintem a Visegrád együttműködésnek a történelme nem véletlenül alakult úgy, hogy ezek az országok működtek együtt. Mind kulturálisan, mind földrajzilag azért a Közép-Európának a magja, a nagyobb államok, azok mégis ezek. Lehet azt mondani, hogy időnként leülnek tárgyalni Törökországgal, vagy amikor ide látogatott Macron elnök, akkor a francia elnökkel, ha jönnek a britek, a britekkel, most szerintem ők fontos szereplők olyan szempontból, hogy ugye már unión kívüliek, hogy mégis milyen kapcsolatot akarunk velük ápolni. Szerintem a bővítésnek formálisan semmiképp sincs értelme, és nem is indokolt, de az, hogy amit most is így beszéltünk, hogy mások viszont, hogyha ez jól működik, mások gravitálni fognak ehhez természetes módon, erre csak nyitottnak kell lenni. És nyitottak vagyunk. Így van. Abszolút. Nagyon szépen köszönöm nektek a mai beszélgetést. Az a helyzet, hogy azért Károly Róbert előtt is emeljük meg a kalapunkat, ugye, hogy 1335-ben ezt felismerte, ezt a szükségszerűséget, és hát reméljük, hogy ma is felismerik a régió politikusai. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub. Adásunk visszanézhető a mediaclick.hu per Kommentárklub oldalon és a YouTube-on is. Várjuk Önöket jövő vasárnap is, köszönöm figyelmüket, Isten áldja Önöket!